Neve egyaránt megtalálható a filmes, a színházi, az irodalmi és a zenei kikicsodában is. Művészi sokszínűségét bizonyítja, hogy hat műfajban is maradandót talkot. Ír prózát, dalszöveget, színdarabot és forgatókönyvet, rende színpadon és filmen egyaránt. Mostanság saját önéletrajzi könyvén dolgozik. Bereményi Géza van itt. Miért pont most érezte szükségét egy ilyen számvetésnek? Hát a korba értem. 65 éves vagyok, és itt az ideje, de hát ezek nem észbeli megfontolások alapján születnek ezek a témák, hogy az ember milyen témával foglalkozik, az valahonnan, valahonnan egy titkos helyről jön, én erről nem tudok pontosan beszámolni. De az tény, hogy mindig maguktól jelentkeztek a témák, nem én találtam ki őket, hanem valahogy jelentkeztek, és, és ö, rögeszmévé váltak, és akkor kezdtem velük foglalkozni. Hát, hogyha én meg tudnám mondani hogy egy témával, miért épp most, és miért épp akkor foglalkozom, akkor, akkor jó lennék, vagy valami. De ne, szóval a válaszom az, hogy nem tudom. És annak mi a jelentősége, hogy mi az oka, hogy csak öt év múlva akarja megjelentetni ezt a könyvet? Ezt az hát, ön könyvet. A, azért, mert szeretném kiérlelni a saját életem történetét. Ezt hogy érti, hogy kiérlelni? Hát úgy kiérlelni, hogy a példaképem, az tulajdonképpen arról jutott eszembe részben, hogy olvastam Kaszanováról, a híres emlékiratíróról, akinek az emlékiratait nagyon szeretem, mert egyrészt korrajz, másrészt izgalmas, és nagyon jó a stílusa is. És Kaszanováról olvastam, hogy ő vacsora meghívásokat fogadott el, és, a, és cserébe a vacsora vendégeknek a kalandjait adta elő, a kalandjaiban szórakoztatta a vendégeket, és ezt csinálta éveken, évtizedeken keresztül, aztán időskorában egyszer csak megírta, de addigra kialakultak a panelek, a kialakultak a részletek benne, a megközelítési módja a saját életének. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy néhány évig nekem mesélnem kéne az életemet. Ezt úgy képzeljék el, hogy jár közönség találkozókra, és kvázi igen. kiérleli ezeket a történeteket? Igen, igen. Igen, és tulajdonképpen itt is felhasználom az alkalmat, hogy, hogy a, esetleg a hallgatók közül, vagy a nézők közül valaki meghív engem majd. Nem, nem vacsorára, magánemberként, ami klubokba vagyok bejáratos. Tehát országszerte járom az országot. És ezeket élvezi? A szó legszorosabb érteni? Egyelőre élvezem. Hogyha nem élvezném, akkor abba hagynám. De most még egyelőre élvezem. Több irányból közelítem meg a témát. Mindig másképp mesélem az életemet, ami nem azt jelenti, hogy elferdítem a tényeket, nem azt jelenti, hogy más és más megközelítésben. És milyen tanulságokkal járt ez? Tehát ha mondjuk eltelt, nem tudom, mióta járja az országot ilyen formán ezzel a történetek. Két éve. Tükörből. Két éve. Másfél. Tehát mondjuk a nullához képest, tehát két évvel ezelőtti időponthoz képest, mennyivel más, hogy íródna meg most a könyv? Ha most kellene kiadni, és most kellene papírra vetni? Hát ügyetlenebbül. Ügyetlenebbül. A, a, hát a tanúságok nem újak számomra a tanulságok, a begyakorlás az az új, a, 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 az a tanulság tulajdonképpen, hogy a fordulópontokat kell megtalálni az ember életében, de de minden történetben is, hogyha az ember tudja a fordulópontokat, hogy mi, mikor megy át csapát egyik minőség a másikba, az a fordulópont az életünkben, rosszból mikor lesz jó, mikor történik változás az életünkben, akkor, akkor tudja az ember, akkor irányt kap a történet ha már fordulópontokat említ, három neve is volt, ugye a Bereményi az a harmadik neve, Igen. Vetróból lett Rozner, és utána lett Bereményi. Igen. Hogy, hogy, létezik az, hogy valakinek három neve van? Hát úgy létezik ez, hogy, hogy én tulajdonképpen két szökevénynek, két menekülőnek vagyok a leszármazottja, vagy a gyermeke. Az édesanyám az 15 éves korában ő férjhez akart menni az édesapámhoz, hogy részben azért, hogy egyrészt beleszeretett, másrészt pedig ott akarta hagyni a szüleit. Ki akart szakadni abból a telekítéri piaci környezetben, amiben élt, és el akart onnan me menni. Az édesapám pedig a román katonai behívó előszökött meg Erdélyből Magyarországra, és itt pedig a sasbehívó előszökött tovább, a magyar katonai behívó. Tehát második világháborús szökevény volt tulajdonképpen az édesapám, mint fiatal ember. És így a háború után így születtem meg. És De az édesapám az tovább szökött, mert röviddel az én megszületésem után szinte a bölcsömtől elment, és elvártak a szüleim. Így lett vetró, ugye? Í í í így lettem vetró illetve igen, tehát az édesapám Vetró Géza volt, és Vetró Gézaként engem is, és aztán az édesanyám hat éves koromban ismét férjhez ment, egy erdélyi száz sebész orvoshoz, dr. Rosner Istvánhoz, aki adoptált engem, örökbefogadott. És akkor így lettem Rosner Géza, és amikor az első írásaim megjelentek, akkor azt mondták nekem a könyvkiadóban, a magvető könyvkiadóban, hogy ne Rózner néven e, publikáljak, mert Petőfi és Petrovics volt előzőleg, magyar néven kéne publikálni, és kérdeztem, hogy ha Vetro az megfelelne, azt mondták, igen. Mondom, de hát az nem is magyar név. Azt mondták, jó-jó, de magyarosabb, mint a Rózner, és akkor e, e, hirtelen eszembe jutott a, az anyai nagyszüleim, mert édesemet Bereményi Évának hívták, és az anyai nagyszüleim, akik tulajdonképpen engem hat éves kor még neveltek, és utána is nagyon jótékony hatása voltak az életemre. Nagyon szerettek engem, nagyon sokat köszönhetek nekik, és azt mondtam, hogy akkor a Bereményi nevet fogom választani, írói álnévként akkor még azt gondolta. És akkor Bereményi Gézaként kezdtem el publikálni, viszont Bereményi Gézának nagyon nehéz volt fölvennie a honoráriumokat, mint Rózner Géza, és állandóan igazolnom kellett. Magam. Igen? Komoly igen, anomáliák voltak? Igen, igen hát persze. Bejött egy Rózner nevű a személy igazolványával, és Bereményi honoráriumát akarta fölvenni. Különböző igazolásokat kellett. És jó, ez, de ez csak kényelmetlenség volt. Aztán, amikor a lányom megszületett volna, akkor jutott eszembe, hogy én tulajdonképpen nekem a Rosner névhez nagyon kevés közöm van, az csak a nevelő apám, és akkor, akkor változtattam Bereményire a, a, nevemet. Illetve vettem fel a Bereményi nevet is, de én ezt úgy értékem, hogy tulajdonképpen egy dinasztiát alapítottam akkor, tehát én választottam a nevet, új élet, új, élet, új ember, és így Bereményi név. Ha már ezt említő, hogy új ember, új hmm. név, nem fogom itt a saját idézeteivel traktálni, hmm. de valahol azt olvastam, valahogy úgy fogalmazott, hogy nem az ember kapja a nevét, hanem a, a név, név az, kapja az emberi. Az emberi, ugye? Igen. Igen. Ez egy kicsit ö, ez az ön esetében akkor ha, hogy megfogalmazásnak tűnik, de ez tapasztalatom, hogy a név hatással van az emberre nagyon erős hatása van. Hisz a nevemet azt én naponta hallom szinte mindenki. Azt akarja mondani, hogy Bereményi Géza más ember egy picit, mint volt Rosner Géza? Egészen biztos, és nem véletlen, hogy a Bereményi nevet választottam, az sem véletlen. Szóval a név, az mondják így, hogy Nomen man ezt omen, a név az előjel. A név az végzet. A név az meghatározza az embert. Igen, valóban. De hát a saját szakmámból is tudom, hogy egy igazán jó könyvet, hogyha kézbe vesz az ember egy garantáltan kitűnő írót, abban a nevek is kitűnőek. A nevek alapján, tehát kinyitja az ember a regényt, és a benne lévő nevek alapján meg lehet állapítani, hogy milyen a minősége. Ha ő például hall manapság egy nevet, úgy Ide. körülbelül karakterisztikusan hát, el tudja képzelni, hát, hogy milyen csak lehet. Csak most, hát ez egy Dostoyevsky nem egy akármilyen író. Most, hát, hogyha ott van például, kapásból mondok egy Dostoyevsky regény alakot, Rogozsin milyen ember. Előttem van a neve alapján. De hogyha haló, de velem gyakran előfordult, hogy hallottam, meghallottam valakinek a nevét. És akkor, hát nem azt mondom, hogy látatlanba belé szerettem, csak az érdeklődésemet felkeltette rögtön. És utána valóban kiderült, hogy meg is érdemli, hogy érdeklődjem, utána miután megismertem. Volt, hogy csalódott? Más embert kapott, mint amit a neve nem. alapján nem. gondolt? Nem. Nem? Nem, nem, nem. 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 Szóval a név az jó, de nem akarok misztikuskodni, de ez tapasztalat. Na, így van. És a, mondom is szakmai tapasztalatom, és életbeli is. Ez a gazdag gyerekkor, ez a meglehetősen mitikus, mondom, hogy hollywoodi történetbe illő családi háttér, ez jól jött önnek prózaíróként? Hát prózaíróként minden jól jön az embernek. Tehát nem az élet, most úgy tűnik, sejtem azért kérdezi, mert hogy mennyire volt, hogy nyilván akkor mozgalmas életen Igen. volt, hogyha ennyi változat volt benne. Mindenkinek az van. Mindenkinek mozgalmas élete van, csak észre kell venni. A, nem is tudom ki, valamelyik francia írónál olvastam, hogy, hogy ő, ő mondta azt a köztudott dolgot, hogy hogy egy jó könyvet mindenki tud írni. és De ő így folytatta, hogy, hogy ha a szakácsnőm megírja az élete történetét, az egy egészen biztosan egy nagyon izgalmas könyv, nagyon kíváncsi lennék rá. Na most, tehát milyen izgalmas élete van egy szakácsnőnek? Az ő szempontjából izgalmas. A fordulópontok szempontjából. Mindenkinek izgalmas élete van. Úgyhogy nekem jól jött a saját életem, de de hát példázatos, és kinek példázat az én életem, saját magamnak leginkább. A saját életünk tanúságát nekünk kell levonni. Ismerd meg önmagad, ezt is mondják. Meglehetősen, azt nem mondom, hogy szégyelte, de hogy titokba tartott azt, hogy gondolkodik az irodalmárságon, családi körben az egészen biztos. Félt attól, hogy kinevetik esetleg? Hát szokatlan volt a családomban, ott nem gyakori, szóval nem nem fordult elő még ilyen foglalkozású ember, mint én. Hiába voló, hiába első, valóságnak nem... gondolták? Tehát ilyen hát akkor hadd folytassam, folytassa, mert a, 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 egy riporter talán tudja értékelni ezt a fordulatot, hogy folytassam az, hogy fölvettem a Bereményi nevet. És azt gondoltam, hogy a például az anyai nagyapám, akit nagyon szerettem, és szeretek azóta is, az emlékét őrzöm filmet is írtam, és rendeztem belőle róla. A anyai nagyapámról azt gondoltam, hogy nagyon fog örülni, hogy a Bereményi nevet veszem fel az ő nevét, és az ő nevén publikálok. De ezt nem árultam el neki, hogy az ő nevén publikálok, és amikor megjelent a első novellás kötetem, egy ilyen vékony karcsú kötet, azóta is na nagyon, szeretettel gondolok rá, oda neki, és megmutattam, hogy Bereményi néven írtam, tessék, itt van egy, a svéd király az a címe. És így megnézte, és azt mondta nekem, hogy mennyi pénzt kaptál ezért. Hát ő ugye kereskedő, kereskedő volt, remek így, üzleti érzéke Igen, és mondtam neki, hogy 9000 forintot. Azt mondja, és mennyi idei, idő alatt írtad meg? És akkor mondtam, nem is tudom, hogy hány hónap. Mondtam, kék, nem tudom, hány hónap alatt írtam meg. Fejben kiszámított, és azt mondta, hogy ez mi ebben neked a bóni? Ezt, ne, ne, ezt a foglalkozást ne Nem volt ez olyan nagy üzlet, gondolta <síns> ő... Igen, igen. Legyen inkább tévészerelő, ha nem akarsz kereskedő lenni. Ő egyébként és so... letette, és láttam, hogy nem fogja elolvasni. Nem is olvasta Nem, nem olvasta el. Soha nem volt olyan, hogy egyszer is azt mondta volna a nagyapja, hogy Géza ez rendben volt. Tehát azért valami lett belőle, íróként? Nem, nem, ő segíteni akar. Nem, nem, sosem mondta, persze. De ő, ő inkább az életben engem el akart igazítani. Azóta célja, hogy az, élettől, az, élet ne, az élet veszélyeitől megóvjon engem. És neki az volt a véleménye, hogy az, életbe, az élet egy labirintus. Nem ezekkel a szavakkal élt, nem ezt mondta, de de eh, kihámoztam az élet filozófiáját, hogy az élet egy labirintus, ahol minden egyes fordulódban veszélyek leselkednek az emberre, és újabb és újabb próbatétel következik, és szemfülesség, ravasság és élelmesség kell az életbe maradáshoz. De hát ebben mondjuk igaza volt, mert Magyarország nagyon-nagyon veszélyes hely volt még a mostaninál is veszélyesebb a, az ő idejében. Ő az első világháborúban is volt katona, a két világháború között kereskedő volt, a második világháborúban is behívták, akkor is életben maradt, és hát ezt nárákosi korszakot is megérte. De hogy ezt a ravasságát mennyire nem örökölte például az üzleti érzékét, Igen. olvasom, hogy borzasztó távol tartja magát mindentől, ami magántulajdon. Összesen talán két magántulajdona volt az életébe. Gyakorlatilag akkor ma úgy, ahogy van, semmi nincs a nevén? Érdekes. Megint nagyon jó riportalany szeretnék lenni, úgy látszik, mert azt tudnám folytatni megint. Tehát a nagyapám bíztat, félretette. Azt a 9000 forintnál tudnám folytatni, amit kaptam a könyvemért. Az, az volt életem első, milyen nagyobb keresete. Az akkoriban elég jó pénz volt. És akkor 5000 forintért vettem egy vitorlást, egy kis kaloszt belőle, és egy Stetson kalapot. Az milyen a Stetson kalap? Az ilyen cowboy kalap? A, kabolykalap kalap cég, de mondjuk drága kalap elegáns, elegáns kalap? Egy ilyen mar... elegáns, elegáns, városi kalap volt. Ez nem volt cowboy kalap, nem volt túl nagy karimája csak, de azért Stetson volt. És, és, ja, és a, a hajót meg kellett csináltatni. És akkor ezzel el is fogyott a pénze és a hajó az a vitorlás, a kalóz típusú vitorlás az három napon belül elsüllyedt a Balatonban, egy vihar idején, és darabokra tört. A Stetson kalapot pedig kölcsönöttem egy barátomnak, és az ő fejéről lefújta a szél, mikor kihajolt a <laughs> És ezt egy nap tudtam meg. Tehát mikor ott álltam a vitorlásom roncsai fölött, akkor érkezett a barátom, és megkérdeztem tőle, hogy a Stetson kalapom hol van és mondta, hogy elvesztette, és akkor megfogadtam, hogy nem lesz magán tulajdonom nekem. És tőle. ez be is tartja? Be, be, hogy ne, ne csalódjak, tehát az én nevemben kevés dolog van. Nincs, nincs, nincs semmi. Gyakorlatilag semmi. Au, nincs autóm, semmi, ilyesmi. Íróként nagyon hamar sikeres lett, és gyakorlatilag felkarolták őt, önt a, az ön előtt lévő generáció. Utána filmforgatókönyveket kezdett el érni, nem kis sikerrel, viszont jött egy pillanat, amikor úgy döntött, hogy végérvényesen befejezi a forgatókönyvírást többre vágyott? Egy pillanat még azért maradjunk a, a, kérdése felénél, hogy mindez egy évben történt. Tehát nekem először megjelent a novellás kötetem, az igaz. A svéd király? Igen, svéd király 1970-ben, és aztán a, annak a megjelenése után egyetlen évben, tehát 1971-ben kialakult az összes műfaj, amit megjelent az életem, az összes műfaj, amin dolgoztam. Én négy műfajban dolgozom, ahogy mondta. E, e, forgatókönyv írá, írói megbízást kaptam, a novelláim alapján kértek föl. Egy amatőrtársulat, egy miskolci amatőrtársulat, megkért, színházi társulat megkért arra, hogy írjak nekik darabokat. <kül> és, és összeismerkedtem egy csetamás nevű rajztanára, aki angol szöveggel énekelt szabad idejében, olykor Ö, ö, dalokat. És a, annak kez, neki kezdtem el dalszövegeket írni. Homár itt tartunk, lehet, hogy bizar a felvetés, de valamennyire túl van csatamás más halálán? Két éve vesztettük őt el. Hát nem, nem, nem lehet mondani. És ez nem azt jelenti, hogy nem nyugodtam bele a halálába, csak azt jelenti, hogy még, még nem fogtam föl teljesen. Tehát nem. Lehet azt mondani, hogy ez elsősorban kapcsolat volt, mint sem barátság? Onnál egy picit kevesebb volt? Hát meg több is a barátságnál. Több volt ez, meg kevesebb is. Ez munkakapcsolat volt elsősorban. De, de nagyon buzgón csináltuk mind a ketten, és nagyon nagy odaadással. És ez nagyon erősen összekötött minket. Mi volt a egymás köszöntésére vonatkozó kifejezésük? Fölvitték mindig az utolsó hangsúly, de ezt nehezen tudom elképzelni. Servus, Tamás, így énekelve, Köszöntötték egymást, és Szerusz Géza? Tehát é, így kell elképzelni? Nem, hogy? nem, 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 ez olyan hangsúly, hogy jobb, ha leírom, mint hogyha utánoznám, ez olyan hangsúly volt, mint mikor a, a, az ember tud valamit a másikról, és vár tőle valamit. Tehát akkor úgy szokták mondani, hogy elnézést, mi az ön kereszt neve? Kérdő hangsúlyjal vitték. Ne, mi az föl? ön kereszt neve? Endre. Endre. Ö, akkor így meg... Szerusz Endre, amikor az ember vár valamit a másiktól, tudok rólad valamit. Szerusz Géza, Szerusz Tamás, na, mivel fogsz előállni? Szóval inspirálták ez... ezzel kvázi a másikat? Igen, igen, persze. Persze, hogy vártunk egymástól valamit mindig. Igen. Állítólag egymás gesztusait is bizonyos tekintetben utánozták. Hát mint a házastársak. Mert... Ez szinte olyan volt? Igen, szinte olyan volt. Igen, igen. Hát együtt laktunk, azzal kezdődött a kapcsolatunk mindjárt a megismerkedésünk után másfél évre. Összeköltöztünk, és úgy írtuk a dolgokat. Bevallaná ennyi idő után, hogy volt-e önben akár csak pici keserűség is a tekintetben, főleg a kezdet kezdetén, hogy ha no, óriási sikerek voltak ezek a dolog, de nem biztos, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy ezeket nem csetomás írja már mind a szövegeket. Hogy nem meg kellett szoknom ezt Úrcsával? a helyzetet? Persze, Kiszámít, nem dühített, hanem ö, ö, dühített is, persze. A, hát olyan fura volt az egész. Hát nem, nem, nem számoltam a következményekkel. Úgy, úgy volt, amikor elkezdtem dalszövegeket írni a tamásnak, úgy volt, hogy a nyilvánosság kizárásával fognak ezek a dalok elhangozni. Tehát nem. Nem karriervágyból, vagy pedig nem a közönségnek szántam, legalábbis én ezeket a dalokat. Kezdetben a tamás sem, csak aztán jött rá, hogy hat az emberekre, és ő előbb jött rá, mint én. Én szórakozásból csináltam ezt, és föld alatti tevékenységnek képzeltem. Azt gondoltam, hogy nem szabad nyilvánosságot kapniuk ezeknek, mert a nyilvánosság az lezüleszti a ezt a műfajt. Legyen ez a mi titkunk. Legyen ez egy föld alatti titkos tevékenység. De az például soha nem jutott az eszébe, hogy kiálljon ön a színpadra, és ön énekeljen. Mert érzek önben egyfajta késztetést arra, hogy például a mű, zenés műfaja előadóként. Nem, 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 ránkoszom. nem, Nekem eleve rossz a hallásom, és gátolt a zenei képességem, le van gátolva. De otthon azért énekél a saját dalait, nem? Otthon igen, mikor nem hallja senki. Csak akkor? Általában, ha én ének dalra fakadok, akkor a még a gyerekeim is fölkiáltanak, hogy hagyjam abba. Szóval annyira? Rá, rám szólnak, persze, rám szólnak. A, arra mi a megoldó képlet, hogy ezek a dalok elsősorban a színészeknek állnak jól? Miért olyan a prozódiája, vagy zeneileg olyan, hogy, hogy ez inkább a színészek szájában hangzik Azt sem? hiszem, hogy nem annyira technikai kérdés, hanem, hanem ezek inkább. Az énekes az, az a, a hangját fitoktatja. És a színész az valami mást fitoktat, mást mutat meg. A, a, színész valami, valami mást is, nem csak a hangját mutatja. A színész az átél, beleír magát egy bizonyos helyzetbe, egy bizonyos ember bőrébe bele tud bújni. És ezek a dalok, ezek a dalszövegek, ezek mind egy-egy kis Dramolet dráma, vagy egy-egy kis novella. Ezt én úgy gondolom, hogy novella, a bennem maradt novellák helyett írtam meg ezeket a dal szövegeket. Mindegyikben van egy helyzet, mindegyikben van egy fordulat, így valahogy. És a, aki, annak a, aki ezeket a dalokat előadja, annak alakítási képessége is kellene, kell legyenek. És az hogy érti, hogy ez Valahol úgy nyilatkozott, hogy ez egyfajta önismereti tréning is. Mármint, hogy a dologból egyfajta önismereti fejlődés is kiolvasható. Jön ja, részemről. Ön részéről persze. Hát úgy, hogy. Jó, mind, minden, amit az, az ember csinál, mind, mind, mind bármi ö, alapján, amit az ember csinál, megismeri magát, hogy mire képes, és hogy mi, mi, hogy mi van benne. Ez nem is. Ö, biztos sokan vannak úgy a nézők közül, akik hogy már csodálkozva néztek valami tárgyra, vagy bármire, hogy ezt én csináltam, na hát, ezt nem gondoltam volna magamról. Tehát az önkifejezésnek egy formája természetesen, és különösképpen az, amit én csinálok, az a négy műfaj, az abból megtudom, hogy mi van bennem. És általában olyan van bennem, amiről én addig nem tudtam. Úgyhogy az ember elcsodálkozik. Ez a kíváncsiság hajt engem. Ha már az előbbiekben azt említettük, akkor. Meg kell, hogy kérdezem, lehet, hogy borzasztó rossz a felvetés, de amikor ön hmm. ír szöveget, például dalszöveget, akkor ön hallja az előadó hangját, akinek írja? Vagy látja maga előtt, hogy ő énekli és miként énekelni ezt? Nem, nem annyira az énekest látom a, az előadót, mert az előadónak kell <laughs> ala átalakulni ahhoz, hogy ezeket elé ne kell Tehát én magát a helyzetet látom, én szöveget írok. Én egy árnyátékot látok, mikor ezek a dalszövegek felbukkannak. Egy árnyátékot, és azt leírom. Tehát, de ez így van az írásnál. Tehát nekem minden a prózaírással kezdődött. És akkor, akkor rájöttem, amikor az első sorokat leírtam, hogy az első fogalmazványokat mondhatom így, hogy, hogy hogy én mozizok közben. Én látom azt, amit írok, és azt írom le. Nem én, az úgynevezett kitalálása, a kreáció az, az, az nem a semmiből jön, hanem valahonnan az én világomból. És hát úgy is hogy a tudattalanomból vagy a tudatalattimból. Tehát megvan, csak nem tudtam róla. És akkor, akkor tudok róla, amikor megírom. Akkor ismerkedem össze vele. És én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mindig, hogy mi jön elő, és ö, ö, azt nagy izgalommal írom le, és, és várom a fejleményeket. A forgatókönyvírást, már ugye előbb ott hagytuk Igen. abba, hogy íróként kezdte, és párhuzamosan utána forgatókönyveket kezdett írni. Mm. Az egészen más faj volt? Nagyon meg kellett tanulni annak csinyát-binyát, hisz ma már tanítja, és azt mondja, hogy ez egy abszolút tanulható A forgatókönyv Igen, az egész más műfaj. Az egész más műfaj, aki jó író, az nem feltétlenül jó forgatókönyv író. Ez egy, Magyarországon ez egy tévedés, hogy minél jobb író, vagy annál jobb forgatókönyv író, vagy nem. Nem. Gyakran a rossz írókból lesznek jó forgatókönyv írók és fordítva még többször van. A jó írók általában nem jó forgatókönyvök. A forgatókönyv egészen más szemlélet és másik ember. Milyen értelemben? Hát olyan értelemben, hogy, hogy másképp nyúl hozzá egy történethez. Másképp kell hozzá nyúlni. Más szemlélet szükséges hozzá. Mert egy film, nem akarok belebonyolódni, de egy film, egy forgatókönyv és következésképp egy film, az egyről szól. Egy prózai mű az több dologról szól. A prózai mű az elsősorban belső történéseket ír le, és tud leírni, egy film pedig külső történéseket. És, a külső, és ez már, ez már azt feltételező, hogy ez két különböző műfaj, egészen más szemlélet kell hozzá. A filmet látom, a, a, a hogyha prózai szöveget olvasok, epikát olvasok, akkor, akkor a fantáziám láttatja velem a dolgokat, a fantáziámat vezeti. A, a, egy forgatókönyv egy konkrét képeket és eseményeket tervez meg. A, az epikus mi az nem annyira konkrét. De nem akarok itt annyi idegen szót meg belebonyolódni a dologba. Ne, nagyon sokat gondolkoztam rajta, és nagyon sokat tapasztaltam ebben a dolgban. És én tulajdonképpen két ember vagyok, mikor, ö, ö, pro, mikor epikát írok, vagy mikor forgatok könyvet, ez egy másik embert. Ez egy másik embert húzok elő magamból. Az egyik a Bereménye Géza, lehet a másik a Rosner Géza. Lehet, sőt, és akkor ott van még a Vetró Géza is, aki dalszövegeket, <laughs> ír, ír. ír. Sőt, akkor van egy rendező, egy negyedik névtelen. <laughs> Igen. Miért akarta abba hagyni, ott hagytuk abba, miért akarta abba hagyni a forgatókönyvírás? Tehát többre vágyott? Nem nem Nem, nem, el? nem. A, 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 a magyarországi szemlélet az, az volt abban az időben, még ma is nyomokban ott van, hogy a rendező, a filmrendező az egy külön félisten, vagy isten, aki mindennek az ura, és mivel ő mondja ki az utolsó szót egy forgatáson, azért az életben is ő mondja ki, és minden a rendező. És ez a rendező uralom, ez a politikának is kényelmes volt, mert a politikai cenzorok, meg politikai ellenőrök, nek jó, hogyha egy, egy emberrel tárgyal, egy, aki legyen a filmrendező, kinevezték. És azzal tárgyal, azt ellenőrzi, abba kelti föl az öncenzúrát, hogy érthetően beszéljek. És így, így valahogy kialakult egy olyan, hogy a filmrendező az Isten. De azokban az években, mondjuk a 60-as években ez, ez volt az a európai filmszemlélet, Holott a rendező az egy ö, ö, alkalmazott, egy, egy, egy nem is tervező mérnök, hanem alkalmazott mérnök, vagy hogy is hívják ezt kivitelező mérnök, egy kivitelező mérnök. Ennyire lebecsüli a ez, nem ne, ez ne, Na hát ez, ez a tévedés. Ez nem jelent lebecsülést, ez csak helyét jelenti a dolognak. Ön úgy gondolja, hogy nagyon sokan, akár itt Magyarországon is, egy kicsit túl nagy jelentőséget tulajdonítanak saját maguknak rendezőként? Eluralkodnak? Eluralkodnak, és olyan van. dolgokba is beleszólnak, amilyen semmi közük. Egy filmrendező megkapja a forgatókönyvet, és a forgatókönyv alapján választják ki a filmrendezőt, Megkapja a forgalmat, ahhoz ért, egy olyan jellegű témához van, ami benne van abban a forgatókönyvben, és azt ő leforgatja. Levezényli, döntő szava van a színészek választásban, ami nagyon nagy jelentőségű dolog egy film esetében, de nem ő a, a létrehozója mindennek. Nem az ő agyából pattan ki a dolog, hanem a forgatókönyv a kottája a dolognak. A, ebből a, a, hasonlat, ezzel a hasonlattal éve akkor a, a, egy zenész, Hát az, az pedig nem egy legcsillendő dolog Igen. zenésznek lenni, de a Kottát, a zen, nem ő a zeneszerző. Na, hát ez a... Én... Hogy nem oda adunk ki, hogy azok a forgatókönyveket, amelyeket ön írt, úgy érezte, hogy nem feltétlen mindig olyan minőségbe állították elő a rendezők, amit mondjuk ön elvált volna? De inkább nem, inkább azt mondanám, hogy nem becsültek eléggé. Nem fogták föl, hogy én találtam ki azokat a filmeket, amiknek a forgatókönyvét én írtam, vagy hogy én szültem meg azt. Az én életemről szólt. Hát a, az életemnek több korszakát megírtam forgatókönyvben. Végén ki fog derülni most így a interjú során, hogy én tulajdonképpen ándan az életemről írtam. A, és több korszakát megírtam például a kamaszkoromat. És akkor azt hitték, hogy ez a rendezőnek a kamaszkora. És akkor én rájöttem, hogy én, én, én tulajdonképpen kiárusítom a saját életemet, és nem becsülnek érte, nem tudom érthetően mondom. Abszolút. El. Ez, ha úgy tetszik, nagyon sarkít, egy picit hiúsági kérdés is volt? Hát jó, picit Ha, ha ezt a jelzőt picit híúsági. Picit hiúsági, de ez, te, én szerintem szerzői jogi jogom volt ezt érezni ennyi év után mit gondol, ha nem eskürti István akkor, amikor én úgy gondolja, hogy úgy gondolta, hogy véget vet a forgatókönyvírásnak nem hozza önt helyzetbe, és nem ajánlja fel, hogy rendezzen egy filmet. Igen. Akkor mi történt volna? Tehát mi akkor lenne akkor nem a rende... Akkor nem rendeztem volna a filmet. Egész biztos a körülmények, azok nem engedték volna meg, hogy én filmet ezek, mert akkoriban Magyarországon csak az rendezhetett filmet, aki a filmrendező főiskolát elvégezte, és diplomája volt, rendezői diplomája volt. Azzal őt kvázi lovaggá ütötték, és joga volt azon túl filmet készíteni a filmrendezőnek. És én nekem nem volt filmrendezői diplomám. Úgyhogy a Nemeskőt István az, azt a csínyt megengedte magának, hogy az ő szavaival éljek, hogy ezt a csínyt ő most megengedi magának, hogy engem kinevezzen rendezőnek. Éppen ezért, mert egy picit kívülről jött, íróként vagy hmm. ból avanzsált hmm. rendezővé. Yeah. Sikerei is voltak. Irigyelték önt rendesen? Jó magyar szokás szerint? Nem tudom, mert nem jutott el, nem jut az el az emberhez. A film az abba különbözik a színháztól, hogy egy zártabb közeg külön van, mint egy csoportos munka. Úgyhogy én nem, nem, nem tudom, ezt a részét nem ismerem, hála Istennek, a, ezt az irítség, meg egymás közti helyezkedés kérdését. Az Eldorado volt mondjuk talán a, a, az első igazán nagyon komoly siker Európa díjjal is utalmazták. Egy interjúban Eperjes Károly azt mondta, hogy amikor megmutatta ön először neki a forgatókönyvet, a tanújelét nem adta annak, hogy esetleg ő játszhatja majd el az ön nagyapját. Három hónapig folyamatosan agyaltak, terveztek és töprengtek a különböző részleteken, azon, hogy miként is nézne majd ki ez a film. És akkor a harmadik hónap vége felé mondta meg neki, hogy ő neki szállja a főszerepet. Ennyi idő után bevall, hogy a direkt csinálta, hogy nem árulta el neki, hogy gyakorlatilag nem, ő lesz a főszerep? Nem, nem, nem csináltam direkt, az egész egyszerűen nem igaz. Ez <laughs> egész egyszerűen nem igaz, meg kell, hogy mondjam megmutattam neki a forgatókönyvet, és mondtam, hogy szeretném, ha ő játszaná el a főszerepet, és ő nagyon meglepődött, mert életkorban nem egyezett a forgatókönyv főszereplővel. Ő akkor 30 év körüli volt, és egy nagyapát kellett volna eljátszani, és ezért meglepődött. Csak ő, mint színész, ezt a meglepetését fölmagítva, hónapokról mesél. Értem, jó, hogy akkor ezt most tisztában tett. Igen. De ugye, azt jól sejtem, az nagy pillanat volt, amikor átvette ezt a díjat. Tehát az egy Európa-díjasnak lenni, Európa legnagyobb filmjének választották akkor azt a filmet abban Igen. az évben, ez komoly pillanat volt. Hát, a sors gondoskodott róla hát én kelet-európai rendezőként vettem át ezt a díjat, és mint kelet-európai rendező a sors gondoskodott arról, hogy ne legyen nagy pillanat a számomra, Na. mert nagyon veszélyes pillanat volt, hogy a, 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 zűrös volt, veszélyes, és nagy megkönnyebbülés volt, amikor átvettem, de nem a diadal érzését adta Na miért? nekem. Miért? Hát Most már kíváncsi. Elmesél, nem. akkor elmesélem ezt a dolgot, hogy ezt Párizsban volt a Théâtre du champs tehát a Champs-Élysées színházban, mely nevéhez mértően egy hatalmas, gyönyörű színház, a díkiosztó Gála. És a Díki Gálán mindenki részt vett, akit neveztek, beneveztek. Tehát egy bizottság kiválasztotta a filmeket, és benevezte, a, ezeket a filmeket, és egy zsűri eldöntött, hogy kik kapják meg, de a döntése titkos volt, és mindenkit, akit beneveztek, meghívtak oda. Smokingban kellett megjelenni. Fedezték az utat, és beütették őket a, a Sanzelizé színházba, és mindenki várta, hogy ő kit fognak megszólítani. És egy-egy díjra 6-8 nevezett ö, volt ott és a díjakat, ennek mind később jelentősége lesz, azért magyarázom el ezt a bonyolult történetet, és a, úgy, úgy osztották ki a díjakat, hogy megjelent két francia színész, és bemondták, felsorolták, hogy kiket neveztek be, majd a végén közölték, hogy kik nyerték meg ezek közül a díjat. Ami mindenki számára meglepetés volt, váratlan volt. Egyedül a dokumentumfilm kategóriában ö, ö, árulták el előre, hogy ki kapta meg a díjat, azt Gyarmati, Livés, Böszörményi, Géza házaspár nyerte a, azt a kategória díjat, akik leghátul ültek a színházba. Én az első ültem, egy akkor még szovjet, szovjetunő utolsó óráiban történt ez, akkor még szovjet, fiatal szovjet filmrendező mellett. Bejött... Ö, ö, két francia színész, és a díjak jelentősége fokozatosan nőtt. A legvégén adták a legnagyobb díjat. Bejött két francia színész, mondtak valamit, én olaszul tudok, olaszos vagyok, meg angolul, de a franciául olasz alapján tudok tájékozódni. És akkor mondták, hogy mit tudom, hogy milyen bábfilm kategóriában ez és ez nyerte. Kiment, átvette a díjat, odament a mikrofonhoz, megköszönte az édesanyjának és a munkatársainak, és a díjat is lement. Le, le Jött a következő két színész kategória. És mindig bejátszottak egy a, film, a nyertes filmből egy film részletet. Na hát, ö, ö, egyszer csak ment, és azt tudtam, hogy az Eldorádót, a mi filmünket hat kategóriában nevezték be, nominálták. Legjobb filmfőszereplő, legjobb forgatókönyv, legjobb rendező. És egyszer csak bejött két számomra ismeretlen egy francia színésznő és egy francia színész, és mondtak valamit, egy szöveget, nem értettem, hogy mit, pontosan is azt mondták, és egy név emelkedett ki az érthetetlen szövegből, hogy Géza Bezermeni és így hallgattam, és hátulról kiabáltak a magyarok nekem, hogy Géza, menj ki, vedd át, mert tényleg senki nem mozdul. <laughs> és ekkor én fölálltam, és föl oda mentem. És a protokoll szerint megörültek nekem ezek a két francia színész, odatták a, a, szobrot, és odafordultunk a kivétítő képernyő felé, és akkor a film részletből láttam, ahol egy idős magyar parasztasztony megjelent, és azt mondta az 50-es években sokat szenvedtünk, hogy ez a Böszörményi Gézes Gyarmati Lívia dokumentum filmjéből egy részlet, akiket láttam is közeledni az utolsó sorból. A, a... És akkor fölfogtam, hogy én fölrohantam, fölmentem a színpadra, átvettem mások díját, és egy hang azt mondta bennem, hogy szűnj meg. És akkor a, a szobrot a, a, a két francia színésznek, akik megdöbbentek, hogy mi van. És így hátraálltam, és így a Gyarmati Lívia és a Böszörményi Géza eljöttek előttem, és ö, ö, még így oda is szóltam a Gyarmati Lívia, hogy elnézést Lívia, de ő pedig ott a pillanat sokjában, ő nem, ö, ö, ezt nem is hallgatott rá. És lassan kimentem a színpadról, így a hátsó kijáraton, visszamentem az elsősorban, leültem a, a helyemre, visszaültem, ami olyan volt, mint egy szégyenpad onnantól kezdve, és akkor a mellettem lévő ö, szovjet fiatal rendező meg nu stogéza, mert nem értette, mi történt. Átvettem, hogy odottam mások. Ez alatt gyarmati líviáik megköszönték, vagy böszörményi gézáik megköszönték a díjat, és néhány szót szóltak angolul. És akkor tovább folytat az a díjkiosztás, és akkor én éreztem, hogy az égető szégyent, hogy, hogy, ha én most nem kapok díjat, vagy a Eldorado nem kap díjat, akkor egy életen rajtam marad a szégyen hogy én fölrohangálok mások díjat átvenni, és azért imádkozom, hogy kapjon valamilyen díjat a hat neve nevezés közül. Kapjon valamilyen díjat, máskülönben az önmagam szemében is én leégek. Igen, és elsősorban a saját véleményemtől féltem. Igen. És a... ezt a félvilág látta? Tehát ez élő közvetítés? 28 témetőt. ország televíziója közvetítette édesanyám is nézte, és mikor hazamentem, azt mondta, mi történt ott Géza? És élőben ment És akkor, akkor egyre fogytak a díjak, egyre nő, nő nőtt a tét, és akkor végén megjelent életem két legszebb embere, Yves Montan és Melina Mercury, az a na, hatalmas, mind a kettő két méter fölötti, mint egy isten és egy istennő megjelentek, és mondtak valamit. Ha, 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 és akkor mondtak Géza, beremeni. Ott már egyértelmű volt. A, egyértelmű, de akkor vártam. Számoltam körbe tíz. Hatásodás. Hatás, nem, akkor annyira meg. Mondtam, jó, most nem megyek föl Biztos, hogy biztos. <gül> Igen. <gül> és akkor ők, ők meg úgy keresték, hol van az az illető. És akkor végén fölmentem, átvette. És utána a gyarmati Líviába belebotlottam az előcsarnokba, és és gratulált nekem. És látszott, hogy minden el van nézve, és meg van bocsátva. <laughs> Na így. Hát ez elképesztő Igen. történet. Ahogy Tehát így ez, elmondja, az az így érni. ez az érzés nem a büszkeséghez hasonlít, azért akartam mondani, és nem a győzelemhez, hanem a megúszáshoz. Úgyhogy ez kelet-európai ügy volt. Inkább. Anélkül, hogy a zsebébe turkálnék, de azért hmm. ez mégiscsak egy hatalmas nagy siker volt külföldön is, ez a film anyagilag ebből azért valamilyen szinten jól járt, hogy ez a film egy ilyen, ugye említhetjük, az üzleti érzék nem minden esetben találta meg önt. Ja, nem, nem. Az ne. Eldorado film ilyen formában... Nagyapámnak fogottak... igaza volt, aki azt mondta, hogy ő, sose tudom meg, hogy mi a bóni az életben, mert nincs, anyagilag nekem nincs szerencsém. Én tulajdonképpen mondhatom így végignézve az életemben, én szerencsés ember voltam. Itt van például ez a Nemeskült történet, amiről beszéltünk, hogy ő éppen olyan helyzetben volt, hogy megengedette magának azt a csínyt, hogy kinevezen engem filmrendezővé. És ha nem, akkor nem az vagyok. Nem mintha olyan nagy szerencse volna filmrendezőnek lenni, de akkor életemnek ez a tapasztalata, ez a sok öröme, ami a filmrendezőséggel jár, ez nem történt volna meg. De a, 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 az történt még Párizsban másnap, szintén egy kelet-európai történet hogy ugye minden évben más ezt az Európa díj kiosztót, ezt filmes díj kiosztót, ezt minden évben más fővárosban tartották meg, és az előző évben Berlinben volt, abban az évben Párizsban volt, mikor én nyerte. És a, 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 németek és a franciák között már a történelmi idők óta gonoszkodás folyik, szóval azért egymás kárán, szomszéd népek, hát ilyen az ember ott volt egy német újságíró, egy fiatal német újságíró a sajtófogadáson másnap. És az úgy gonoszul megjegyezte nekem, hogy az Géza azért nem tudom, hogy tudta, de hogy tavaly ez a díj, amit most te nyertél, ez a rendezői díj, ez tavaly Berlinben százezer márkával járt. És most itt a franciák neked nem fizetnek semmit. Mert minden pénz zsebre Erre elkaptam a, a, németet, oda vezettem a, a fő francia rendezvényszervezőhöz, aki előzőre mutatkozott be nekem, és azt mondtam a sajtófogadásnak az űrzavarába, hogy ez a német azt mondja, hogy önök, hogy annyi volt, ak akkor a díj, annyi járt a díjjal, és önök egy félért nem fizetnek nekem. Hogy van ez? Azt mondja, hogy tavaly az Berlinben volt, mondta a francia. Mondom, igen. Na, hát annyival szebb Párizs. <gül> és <gül> ez volt, ez és volt a hát, és, 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 igaza volt, és igaza volt. Beláttam, beláttam, Párizs azért szebb, mint Berlin, bocsánat. Bár az elment volna Berlinbe is százezer márkáért. Azt igen, hiszem. most már Berlin is nagyon szép. Annyit mm. beszéltek a hídemberről, hogy nem is szeretném ezt különösebben kifejteni, mm. pontosan a részleteit, de nagyjából egészében olyan lett ez a film, mint aminek megálmodta? Igen, igen, olyan lett olyan lett a film, a a, 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 körülötte lévő PR világ az nem olyan volt, mint gondoltam volna, illetve nem olyan, nem olyan irányból érték támadások ezt a témát, ahonnan vártam. De volt önnek, most ugrálunk egy picit, de volt Igen. előtte egy a címmel futó forgatókönyv, ami a honfoglalásról szólt volna, Igen. Az nagyon-nagyon komoly hullámverést vont maga után. Tehát, hát hogy a Széchenyi az és... komolyabbat. A, a... Nyilván, igen, de ott például a de utcai tün... nagyon, ott utcai tüntetés, utcai tüntetés volt. tüntetés volt, igen, a honfoglalás filmem ellen. Amit most már így visszagondolva büszkén egy, egy, Egy francia barátom mondta nekem, mikor panaszkodtam emiatt hogy utcán tüntetnek hát a saját történelmi témájuk ellen, hát a saját történelmük egyik témája ellen, hogy azt akarom csinálni. És azt mondta, hogy mit csodálkozol ezen egy írónak az a dolga, hogy utcán tüntessenek ellen. Egyébként azt mondja, hogy nem onnan érték a támadások, ahonnan vártak. Igen. Várta. Ezt, ezt, hogy érti? Úgy gondoltam megint, hogy a, hogy a, a, a szélső jobb fogja támadni a szécsényi témát, hogy, hogy, hogy az az övék miért akarom én elvenni vagy valami ilyesmire számítom, nem pont fordítva történt, a másik irányba történt. Egyébként volt valami tanulság az ön számára ennek az egész históriának? Így most már lassan tíz évvel a történetek hát nem, után... nem, Nem, volt különsebb tanúsága, volt tanúsága, de nem különsebb, mert politikai tanúsága volt csak. De hát én meg, mivel nem vagyok politikus, nem megyek sokra a politikai tanúságokkal. Azok a támadások akkor nagyon megviselték? Nem, nem viseltek meg egyáltalán, sőt, ö, ö, jól szórakoztam rajtuk, de ö, hát mondjuk a Hidembertért támadások, azok nem viseltek meg egyáltalán, csak ö, nagyon sajnáltam, és féltettem a filmet tőlük. És tudtam, hogy hogy a recepcióját a filmnek, az el fogja romtani ez a sok támadás. Egy gyerekkori tapasztalatom alapján mondtam ezt, vagy nagyon sokat tapasztaltam, hogy... Ö, ö, abból, hogy ugye az én szüleim azok ö, ö, reakciósok voltak. Most már bemerem, bevallhatom a nevelőapám és az édesanyám. És nyúztam őket folyton, hogy vigyenek el engem moziba, szeretném a Grand Kapitány gyermekei című ö, ö, filmet megnézni. És mondták, hogy de az orosz film, hülyeség, ne, ne, de és végig rábeszéltem őket. Elmentünk a moziba, de odafelé egész úton azt mondták, hogy ezt a vacakot, hát már előre, és beültünk, és tényleg nagyon rossz film volt, nagyon rossz, és szégyeltem magam, hogy szegényeket Itt elcsábítottam a moziba. És néhány nap múlva kiderült, hogy az iskolába is fogják vetíteni a szertárba a Grand Kapitán gyermekei című filmet. És mondtam az osztálytársaimnak, hogy ez egy nagyon rossz film, én láttam. De aznap arra járva rájöttem, hogy nem tudok hova menni, hát beültem én is a szertárba, megnéztem. lepedőre vetítették a filmet, a Grand Kapitán gyermekeit. És az első kockáknál már fölnevetett a nézőtér, az osztálytársaim, iskolatársaim, és én még olyan jó filmet életemben nem láttam, mint a Grand Kapitán gyermekei másodszorra megnézve. Ezzel azt akarom mondani, hogy bizonyos fajta felhangok, vagy prekoncepciók Rányomják a bélyegét? Egy, -egy, egy film megítélésére? Bizony, bizony így van. Az irodalomban van olyan, hogy évek múlva, például Stendhal megmondta, hogy tíz év múlva lesz ő befutott író, és valóban a halála után pont tíz évvel lett. Ön úgy gondolja például, hogy a hídember akár x év elteltével sokkal nagyobb megbecsülése számíthat, mint mondjuk a Igen, ilyen igen de olyan nagy megbecsülés, megbecsülésre nem. Igen, igen, egészen biztos vagyok benne, és már, már érik is a megbecsülése de olyan nagy megbecsülésre nem számíthat soha, mint ha megbecsülték volna az elején, a premier idején, amit az kapott volna. Úgyhogy az igazi nagy hal már elúszott. A, ö, mit is akartam mondani? Akartam valami által fontosnak tartottat még mondani erről. Mindegy most. Tehát én zavartam hogy ja, persze, elvesztettem a fonalat, nem gond. Sajnos le is járt az időnk, viszont Igen. azt nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg. Azzal kezdtük, hogy rengeteg mindennel foglalkozik. Ez Igen. önben, ez a sok műfajusság valamifajta belső bizonytalanságot nem okoz? A szónak abban az értelmében, hogy érthet-e egy ember ilyen minőségen, alkothat-e ilyen szinten és ennyi minden. Ja nem, nem. Ezt, ez azoknak a dolga, a, a, szóval ez, ez nem, nekem nem dolgom, hogy bizonytalanságot okozok az én megítélésembe okoz bizonytalanságot másokban. Tehát mások, a filmrendezőknek én túlságosan irodalmár vagyok, az irodalmároknak filmrendező vagyok, és így tovább. De magamban nem, hisz csak gondoljon bele abba a kiváltságba, amit én, ami nekem osztályrészemű jutott, szerencsémre, hogy sosem unom meg azt, amit csinálok. Hát egyikből a másikba megyek, és mindig én döntöm el, hogy mit, melyik műfajban dolgozzak, Éppen. És szóval örömzene az, amit csinálok mindig, és én adom magamnak a témákat, és én találom ki mindig a dolgot, és, és egyrészt sosem unok rá, másrészt pedig én vagyok önmagamnak a kenyéradó gazdája. Ez azért elég nagy dolog. ki mondhatja még el magáról ezt. Nagyon köszönöm. Én, én nagyon élveztem. Legjobbakat kívánom. Köszönöm viszont.